Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. A sok eső miatt fél méteres víz állt tegnap a belvárosban. Szúnyoggyérítés lesz augusztus 1-én városunkban. Egyre több ügy intézhető a szentendrei kormányablakban is. Hatalmas eső zúdult tegnap este Szentendrére. Özönvíz kísérte a zivatarokat. A fő veszélyforrást továbbra is a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű rövid idő alatt akár 30-60 mm-es csapadék, valamint az intenzív villámtevékenység jelentette. Így nézett ki tegnap a belváros. Gondokat okozott a nagy mennyiségű csapadék, a lezúduló esővíz garázsokat, pincéket öntött el, fennakadások voltak több felé a közlekedésben. A belvárosban a lakosok által készített videókon is jól látható, hogy fél méteres víz állt az utakon. Ezzel meg az egész udvarunk is úgy néz ki. Hát ez katasztrófa. A vízműtől van ez végig, nem tudja a csatorna elnyelni. Ott kint kérlek szépen olyan víz volt, hogy jöttem a Lidliből vásárlás közben, és kérlek szépen a kocsim félig volt vízzel, ahogy bejött az alján. Jézusom. És ezzel hogy a csatornából jön vissza, vagy az esőt nem tudja elnyelni? Vagy nem tudja szerintem a csatorna elnyelni. Mert ugye a csatorna tisztítás az itt. A rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű esőt nem tudta elnyelni a csatorna, sőt, onnan is tört fel a víz. Az autók körülbelül fél méteres vízben gázoltak. Hát mondom, a kocsimnak a fekete részéig állt. Úgy jöttem hazafelé, és mondom, hogy kicsit nem is voltak. És itt is a sártenger. És nem igaz, hogy nem lehet vele valamit csinálni. Hát azért... Itt jön ki. Na most ezt csinálták, ez itt nem volt, és mikor ezt tönkrement, akkor kénytelenek voltak, és akkor vezették oda, hogy majd hozzákapcsolják ezt. Gyertek az egy... Gyertek ide! Szóval én tanácsi. De mire hivatkozok? Egy miért nem csinálják a többi, a városnak a többi vezetéke az lemegy a vízműhöz. Tehát ott szabályosan tisztítják. De ez az egyharmad része. Ezzel nem tudják ezt ide. Fiam is a teherautóval mondja, amikor jött hazafelé, hogy... Atya úristen, mi van itt? Fürdünk, úszó leckét veszünk. Szóval... borzalmas. Annyira mondják, hogy így Szentendre, úgy Szentendre. Az az igazság, hogy ez itt egy szemétfészek. És én már... Szóval én csak úgy hátulról tudom, hogy valaki látott, szóval ki azt nem mondom meg. Mert, hogy ezt már külföld is megjött oda, hogy lebontják ezt az épületet. Csak hogy itt minden 42 lakó lakik. Hát azt nem láttam, mert nem jöttem ki, amíg esett műcskán, de szerencsére nem annyira, mint máshol, ugye Magyarország egyéb részeiben. Dörgött, villámlott, esett, jég nem volt, mert csak kopogott az ablakpárkányon, de azt nem láttam, mert nem voltam kin, szerencsére. Megúsztuk. Ezek az utóbbi éveknek a hozományai, ugye ekkora viharok nem voltak még gyerekkoromban sem, pedig már nem kis mai csirke vagyok, de ilyen rettenetes mennyiségű eső, meg jég nem volt. Akkor is voltak nyári viharok, de ez most olyan katasztrofális. És nálunk itt még mondom, itt még mi mindig jól megúszunk. Nem csak a belvárosban, de a Püspökmajor lakótelepen is gondot okozott a vihar, mint ezen az amatőr felvételen is jól látszik, az egyik lakó próbálta kitisztítani a vízzel vezető rácsát. A tegnapi nagy esőben a sokak által ismert szentendrei fotós, Major Frigyes is járta a várost. Tulajdonképpen, hogy mondjam, a megszokott képet mutatta Szentendre, hát én a Lázár-Cár térnél lakom, tehát eleve már a Gőszalja utcába úgy ömlött le a víz, hogy a teljes járdaszélességbe hömpölygött le a víz, ugyanúgy a Bogdányi utcán is. Na most idén októberre ígérték azt, hogy megcsinálják a Lázár-Cár téren azt a elvezető részt, ami talán segítene abba, hogy a volt libásház, vagy ott a ne ússzon el, de ugyanez a probléma a képviselőnknél is, a Petricskó Zoltánnál is, a Vujcsics-Tihamér téren, mivel hogy ott a legalacsonyabb. Tehát onnan is ki kéne vezetni, ugyanis amikor
a mobilgát készült, és a rétegvíz elvezetéshez két szivattyú lett telepítve, és a harmadik szivattyú rész, az pedig a városi esővíz elvezetésre szolgálna. Na most akkor Dietz Ferenc megígérte, hogy minél hamarabb meg lesz ez oldva, de hogy látom, ez sajnos ez húzódik, és hogy mondjam, egyre rosszabban húzódik. Tegnap voltam a Bogdány utca 11-ben, mert jött az egyik lakó, hogy az egész önkormányzati ház természetesen, hát mi lenne. Az egyik lakónál az esővíz az bement a lakásba, a szobába, a konyhába, a WC-be, mindenhol állt a víz, és megkért, hogy fotózzam le, mert a biztosító fele a képeket szeretné meg bizonyításképpen elküldeni. Tehát mondjuk évek óta ez egy nagyon nagy problémája Szentendrének. A katasztrófa védelem szakembereit is több száz helyszínre riasztották az elmúlt 24 órában. Szerencsére térségünkben nem történt komolyabb eset. Többnyire kidőlt fákat, letört ágakat, elárasztott pincéket hagyott maga mögött az ítéletidőnek nevezhető időjárás. Szentendrén két esetben kellett a tűzoltóegységeknek beavatkozni a Bogdányi úton, egy épület pincében gyűlt össze kisebb mennyiségű víz, míg a szentendrei hivatásos tűzoltók szivattyúk segítségével távolították el ezt a vízmennyiséget. Illetve a Kálvária úton, a vizes 8-as épület előtt egy csatorna szemet felnyomott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esővíz. Ugye ezt a csatorna szemet eltávolította, a baleset veszélyes körülmény alakult ki, a tűzoltóegységek kivonultak, megtalálták ezt a szemet és visszahelyezték, ezzel megszüntették a balesetveszélyt. Szerencsére több jelentés nem érkezett a műveletén állításra, így Szentendre területén nem kellett beavatkozni. Bár szélsőséges idők vannak, és egyre szélsőségesebb, és tényleg egyre ilyen extrém időjárás van, mert ugye tegnap nem is maga a vihar okozott gondot, hanem hirtelen a nagy mennyiségű lezúduló víz. És ugye a legtöbb helyen az árkok, az átereszek, a csatornaszemek nem bírták elnyelni ezt a vizet. És a legnagyobb gond ugye azt vettük mi észre, és hiába hangsúlyozzuk azt, hogy az árkok tisztítása, a karbantartása az nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és ugye ez nem az önkormányzatnak a feladata elsősorban, hanem az ott élő embereknek. Tehát a háza előtt a saját árkát azt neki kell kitisztítani. De ez ő érdeke is, hiszen ha meggyűlik, összegyűlik a víz, az ő udvarába fog befolyni. Az ő épületét, ő pincét fog elárasztani. Úgyhogy mi mindig ezt hangsúlyozzuk, hogy az áteresz árkok karbantartása, tisztítása, az legyen feladat, és igenis figyeljenek oda az emberek, hiszen nem csak ez saját érdekük is. Mert tényleg a víz meg fogja találni az utat, megtelik az árok, az be fog folyni az udvarba, el fogja árasztani a pincét melléképületet. Az előrejelzés szerint megszűnnek a viharok, hétvégén igazi kánikula várható, egy-egy futó zápor, esetleg zivatar, inkább csak az északi, északkeleti és nyugati határ mentén alakulhat ki. Reggelre északkeleten pára, ködfoltok képződhetnek, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Földi légi szúnyoggyérítés lesz Szentendrén 2016. augusztus 1-én és 2-án a napnyugtát megelőző másfél órában. Augusztus 1-én földi kémiai védekezést, augusztus 2-án légi kémiai védekezést végeznek, rossz időjárási viszonyok esetén az ezt követő két napon belül. A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek. Folyamatosan bővül a kormányablakokban, így a Szentendrei Hivatalban is az elintézhető ügyek köre. Jelenleg városunkban és a közelmúltban megnyílt kormányablakban 265 féle lehetőség közül választhatnak az ügyfelek. Új kényelmes helységekkel akadálymentesen megközelíthető épületben várja ügyfeleit a közel két hónapja átadott Szentendrei kormányablak, ahová a környék 13 településéről érkeznek ügyfelek.
Június 1-én Pest megyében 20-ként adták át az egykori honvédségi Hemó művelődési házból átalakított, korszerű közigazgatási központot Szentendrén. Nagyon nagy mértékű változást tapasztalhat az elmúlt időszakban a szentendrei okmányiroda, illetve a szentendrei kormányablak kialakítása során. A július 1-től adtuk át hivatalosan a volt Hemó épületében az új kormányablakunkat. Ez mind külsejében, mint a nyújtott szolgáltatások tekintetében nagyon sokat változott. Az első, amit mindenképp megemlítek, ugye maga a helyszín. A helyszín a korábbi okmányirodához képest egy parkolóval ellátott nagy épületben van, ahol a mozgáskorlátozottak által könnyen megközelíthető, gyerekek számára viszonylag nagyobb mozgástéren és egy nagyon kellemes klimatizált váróhelyiségben lehet hívni a sortszámokat. Ugyanakkor a korábbi 8-10 ablakos okmányirodánkhoz képest jelenleg egy 16 ablakos okmányirodában tudjuk fogadni az ügyfeleket, illetve ami még plusz, az okmányiroda mellett a Magyar Államkincstár is megjelent egy ablakkal, ahol a Magyar Államkincstárral kapcsolatos babakötvény, államkincstár kötvényeknek jegyzését meg el lehet indítani. Az okmányirodához képest a kormányablak, ugye a kormányablak funkciókkal kapcsolatban nagyon sok olyan ügyet lehet intézni, amit korábban a sima idézőjelben, sima okmányirodákban nem lehetett. Ezek nagyon sok családtámogatással kapcsolatos kérvények, illetve információk beadása, mozgássérült kártyákkal, parkolásokkal kapcsolatos kártyák. Én azt hiszem, hogy szinte teljes körülön fölüleljük azokat a szolgáltatásoknak, ha nem is az egyben ügyintézését, de az ügyintézés elindítását, tehát az ügyiratik tehát egy teljes körű tájékoztatást, valamint az ügyiratok átvételét olyan szinten, hogy az ügyintéző átnézi, hogy megfelel azoknak a tartalmi és formai követelményeknek, hogy az ügyet ne kelljen többszörösen újraindítani. Számos háttérfeladatot is ellátnak az intézmény munkatársai, nem csak az ügyféltérben folyik a munka, de a NAV-val, a végrehajtókkal és a rendőrséggel is folyamatos a kapcsolattartás és az együttműködés. Az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérelmezőt az ügymenetről vagy a hiánypótlásról. Ezáltal a polgároknak nem kell több helyre elmenniük, és többféle ügyfélfogadási rendhez igazodniuk. Vannak olyan ügyek, amelyekben a kormányablakok kizárólag tájékoztatást tudnak adni, és vannak olyanok, amelyekben szolgáltatást is nyújtanak. Az első pozitív visszajelzések a dolgozóinktól volt, vagy az alkalmazottaktól volt, akik amikor még nem működött, beléptek és látták a nagyságrendi különbséget, a minőségbeli különbséget, maga a környezet és az elmúlt időszak munkahelyé között, és természetesen ugyanez a bejövő ügyfelekre is vonatkozik. A lehetőségekhez képest próbáljuk gyorsan elkezdeni az ügyintézés számukra, illetve a várakozási időt azt próbáljuk olyan körülmények között biztosítani a helyiséget, mint amit már említettem, klimatizált helyiség nagy udvarban, illetve amire mindenképp mindig is figyelünk az, hogy a kismamával vagy gyerekekkel érkező ügyfeleket próbáljuk a lehetőségekhez képest legelőbbre venni. Kaptunk pozitív visszajelzéseket, mind a helyiség hüllemére, mint pedig az ügyintézés mennyisége vagy minőségével kapcsolatban. Jelenleg is nem csak a járásbeli ügyfeleket szolgáljuk ki, hanem tekintettel, hogy a 11-es út mellett nagyon jól megközelítette a fővárosból a kormányablakunk, ezért a sortszámok lehívása alapján, a sortszámokhoz kapcsolódó irányító számok alapján megállapítható, hogy vannak napok, amikor a 20%-a már a fővárosból jön az ügyfeleknek. Én azt hiszem, hogy a kollégák létszámának növelésével, illetve egy-két olyan munkatechnológiai fogással, vagy egyszerűsítéssel, vagy racionalizálással még azért tudjuk emelni az ellátott ügyfeleknek a számát. Jelenleg a legjellemzőbb ügycsoportok a személyi igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a jármű nyilvántartással és a vezetői engedéllyel kapcsolatos feladatok, a kormányablakok hatáskörébe tartozó, illetve abba nem tartozó ügyekben tájékoztatás nyújtása, továbbá a lakcím igazolvánnyal és a családtámogatással kapcsolatos intéznivalók. A szentendrei kormányablak a járási hivatal épületében a Dózsa György út 8 szám alatt található. A pontos nyitvatartás elolvasható a www.kormányablak.hu weboldalon. A
Szentendre ma adását látták. Maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Művészváros című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!